miközben a saját katonáik sem tudtak semmit. A szövetségesek a történelem egyik legkiválóbb félrevezetését tervelték ki a németek megtévesztésére. Hogy félrevezessék a németeket, a Fortitude hadművelet keretében felállítottak egy nem igazi hadsereget Angliában, amely Calais-t, Franciaország Angliához legközelebbi tengeri kikötőjét támadta volna meg. A németek elhitték, hogy a szövetségesek Calais-be fognak érkezni. A Fortitude művelet meggyőzte őket erről. Ken Sturdy, dönkerki veterán, a németek megtévesztését célzó akció közepén találta magát. Amikor odaértünk, láttuk a gumiból készült áltankokat. Voltak nem valódi repülők is, fából és textilből. A teljes Doveri partszakasz tele volt sátrakkal. Rajtuk hatalmas vörös keresztek, hogy tábori kórháznak tűnjenek, és katonai híradósokkal a légierőtől. Az antennákat szándékosan Calais felé fordítottuk, hogy a rádió forgalmazás, amiről mi tudtuk, hogy hazugság, elhitesse velük, hogy nagy csapatösszevonás zajlik éppen, készülve az invázióra. Eisenhower tudta, hogy a félrevezetés kulcsfontosságú. Ha a németek készen állva várják a partraszállást, a D-nap katasztrófába torkolhatott volna. Tragikus következményekkel járva milliók számára. 1944. június 5-én este több száz szövetséges repülő szállt fel, a normandiai part felé tartva. A Neptun hadművelet, a szövetséges erők kontinentális inváziója elkezdődött. Az első szakaszban 24 ezer katonát kellett ejtőernyővel és vitorlázó repülőkkel az inváziós zóna két szélén célba juttatni. Az amerikai 82-es és 101-es hadosztályok és a brit 6. hadosztály feladata volt a kulcsfontosságú hidak és csomópontok elfoglalása, valamint a német ellentámadás feltartása. Hajnalban amerikai, brit és kanadai gyalogsági hadosztályok szálltak partra a 80 kilométeres tengerpart 5 különböző részén. Kódnevén a Utah, az Omaha, a Gold, a Juno és a Sword parton. Amint ezeket a szakaszokat biztosították, tankok és gyalogság nyomott be a szárazföld felé, a légiszállítású csapatokat támogatandó és a német ellentámadásra felkészülve. Azt nem közölték az ejtőernyősökkel, hogy a veszteségek várhatóan elérik az 50%-ot. Útközben ki voltak téve a német légvédelem tűzerejének. Carl Beck 17 évesen hazudott az életkoráról, hogy beléphessen a seregbe. Egy évvel később harcba küldték.